Sztrájkolnak az írók Hollywoodban. Ja, Istenem, de ha nem tudnak megegyezni a stúdiókkal és a tévétársaságokkal, akkor leállhatnak a sorozatok. Ez esetben maradnak a reality-k és a sztárkövető show műsorok. Az mi, hogy sztárkövető Nem show? Tudom. Hát az, hogy jönnek hogy utánad, valaki. És nézik, én hogy nem vagyok hova sztár. Mész. Akkor nem te utánad, az Imi után, igazad. Ha utánam ember ne jöjjön. Menjenek a... De most már miből? Már mi a telefonnal lehet valakit fölvenni? Simán. Jézus Máriám. Régen ilyen nem volt, meg kell, hogy mondjam. Abban az időben, mikor áram se volt, még nem voltak ilyen problémák, hogy fölvették az ember telefonnal. Nem beszélve arról, hogy régen én voltam a legmagasabb a tornasorban. Azt, még azt megelőzően, ha csak így csináltam, anyám rögtön egy mellett rakott a számba. Kálmánka? Régen sokkal jobb volt. Amikor gondoltam, akkor belekakiltam a ruhámba, szóval tényleg? Hát ennek, ez most már vége, hát szar lett a világ, elmúlt minden. Néha csak ez a nagy rohanás. Tudod, melyik műsorban vagy? Sietgetés. Hangsúlyoznám, hogy akinek van csöcse, és nincs agya, köszönöm, az mutassa meg a csöcsét annak, az mutassa meg a csöcsét annak, akinek van szeme, de nincs agya és nincs csöcse. Megmondom miért. Mert ha az, akinek van csöcse, de nincs agya, megmutatja a csöcsét annak, akinek nincs csöcse, nincs agya, de van szeme, akkor annak, akinek nincs csöcse, és nincs szeme, de van agya, nagyon sok pénze lesz.